A floridai Miami az amerikai futballbajnokság döntőjére készül. A Super Bowl-t világszerte csaknem 100 millióan követik a televíziókon keresztül, a döntőnek otthont adó amerikai városba pedig tízezrek utaznak. Sokan a mérkőzésre be sem jutnak, csak a döntőt megelőző szurkolói fesztiválon vesznek részt. A Super Bowl hatalmas üzlet, aminek sötét oldalára is fény vetődött. A Hard Rock Stadion Miami-Dade megyében található, ami a floridai emberkereskedelem központja. A sportesemény döntőjére sok fiatal, 12 és 18 év közötti lányt és fiút hoznak ide, hogy prostitúcióra kényszerítsék őket. Egy az áldozatokkal foglalkozó civil szervezet képviselője hangsúlyozta, hogy a gyerekek 67%-a helyi, vagyis tévhit, hogy többségüket külföldről csempészik az országba. Az emberkereskedelem évi 32 milliárd dolláros üzlet az Egyesült Államokban. Kalifornia és Texas után Florida a harmadik központja. Az egyik áldozat azt mesélte, hogy az amerikai gyerekek többségét iskolákban és az interneten keresztül hálózzák be. 13 évesen amerikai szűzlányként adtak el. 17 éves koromig egy Miami hotelben laktam és szexturistákat kellett fogadnom. Utána sikerült kikerülnöm a kezükből, mesélte. Az elmúlt hetekben a Miami hatóság képzéseket tartott a hotelek recepciósainak, Uber-sofőröknek és biztonsági őröknek, hogyan tudják észrevenni az emberkereskedők áldozatait. A Miami vasútállomásokon és a reptéren pedig plakátokkal hívják fel a figyelmet a problémára.